Lebegő percek címmel nyílt goblen kiállítás, a Kávin János Református Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátásának három alkotójának munkájából, a Művelődési Központ és Közösségi Ház emeleti galériáján június 12-én. A kiállításon megjelenteket elsőként Beltalan Imre, a Hajdúhíd Kft. Kommunikációs igazgatója, a Művelődési Központ és Közösségi Ház igazgatója köszöntötte. Elmondta, az utóbbi években olyan munka indult el az intézményben, amely lehetővé tette, hogy minden olyan közösség előtt nyitva álljon az ajtó, amely valódi értéket képvisel, valódi munkát közvetít. Bertalan Gellén Viktória, a Kávin János Református Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátásának vezetője, a Zsoltárok 90-17-ből vett igényével köszöntötte a jelenlévőket. Az Úr jósága virrasszon felettünk, őrizd meg a kező munkáját. Továbbá a nappali ellátásról tett említést. Elmondta, céljuk, hogy tartalmas, minőségi életet, napokat, pillanatokat tudjanak szerezni az ellátottak életébe. Jelen kiállítással pedig az a céljuk, hogy hangsúlyozni szeretnék a közösség jótékony hatását, az aktivitás megőrzésének, megtartásának fontosságát az idős, idősödő korosztály számára. Intézményünkben, a Kávin János Református Szociális Szolgáltató Központban évek óta működik már az idősek nappali ellátása, vagy ahogyan mi magunk között hívjuk, a klub. Én 2017-ben vettem át ennek a vezetését, akkor egy jól működő közösség volt az, amit átvettem, és ezt próbáljuk továbbvinni kolléganőmmel, Bojtini Erzsikével azóta is, és igyekszek én magam is olyan programokat szervezni, amivel színessé tudjuk tenni az időseink mindennapját. És valójában ez a kiállítás is ennek apropóján született, illetve nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az aktivitás az időskorban, ennek megtartása, illetve én magam is tapasztalom így az életben, hogy milyen az, amikor bekerülünk egy olyan állapotba, amiben megszűnik a tér és megszűnik az idő, és időseim illetve ezt az állapotot írják le akkor, amikor azt kérdezem tőlük, hogy milyen az az állapot, amikor ők a gobleineket készítik. Ez az az állapot, ami a flow állapota egyébként, csak ők ezt így nem fogalmazzák meg, amit Csíkszentmihályi Mihály is mondott. És ezt szeretnénk így a böszörményi közösség, a város népe elé tárni, hogy vannak ilyen közösségek, tudom, hogy több ilyen is van a városban, ami jól működik, és hogy bárki, aki nyugdíj körül van, és esetleg kétségbe esik, mert nem tudja, hogy hogyan tovább, az nyugodtan keresse ezeket a közösségeket, mert iszonyatos erők szabadulnak itt fel, és nagyon-nagyon szépen tudják támogatni egymást benne az emberek. Ugyebár mostani alkalommal a közösségetek néhány tagja mutatkozik be, mit is lehet róluk tudni? Igen, a három alkotó, akinek az alkotásait most megtekinthetők, ők Bakó Imréné, Rácz Imréné és Tóth Lajosné. Három klubosunk, három ellátottja az idős nappali ellátásunknak, és bent a klubban is rendszeresen űzik ezt az elfoglaltságot, meg otthon is, szabad idejükben valójában. Tényleg az történik, amit az előbb is mondtam, hogy ezzel tudnak egy kicsit a hétköznapok problémái fölé emelkedni. Ezért is lett a címe egész egyszerűen Lebegő percek a kiállításnak, mert ezt szerettük volna valahogyan visszaadni. A mostani alkalommal a kiállított művek a nappali ellátás három alkotójának, Bakó Imréné, Rácz Imréné és Tóth Lajosné kezű munkáját dicséri. Tóth Lajosné annak idején az édesanyja javaslatára kezdett el horgolni, kötni és hímezni. Nyugdíjas kora óta pedig szívesen vár goblent. Én kézi munkázni nagyon szerettem, mióta felnőtt vagyok, tehát diákkoromban még nem, de utána megtanultam horgolni, kötni, hímezni. Az édesanyám ötlete volt, illetve javaslatára, és mióta nyugdíjas vagyok, azóta szoktam rá, hogy goblenezzek. Nagyon szeretem csinálni. Megnyugtat, kikapcsol. Most van egy olyan problémám, hogy a kezem beteg, tehát nem egészséges, és ennek ellenére a goblint azt tudom varni. Úgyhogy takarítani nem annyira tudok, de goblinezni igen. Aztán van még egy titka a goblinnek. Ha az első képet megvarjuk, akkor be kell szerezni hozzá egy csomó fonalat. És a fonalból mindig marad ki, és ahhoz újabb képet kell vásárolni, és akkor azt várjuk tovább. Újabb kép, van esetleg olyan goblen, ami most dolgozik? Igen,
Igen, már elkezdtem egy vízesés ábrázol. Jelent-e még ennyi idő után kihívás bármelyik goblennek az elkészítése? Akad-e még nehézség ezekkel kapcsolatban, vagy esetleg ezek már teljesen természetesen jönnek, és teljesen megnyugtatja ilyenkor az embert? Mindenképnél a színeknek a megválasztása az egy feladat, hogy azt a színt, ami oda feltétlenülzik, nem biztos, hogy olyan, amilyenre festve van, hanem amit én oda illőnek tartok, olyat vásárolok hozzá, és azzal varrom. Kihívás számomra most már a tűgoblejnek a varrása, mert az nagyon aprólékos, nagyon oda kell figyelni, jó szem kell hozzá, biztos kéz kell hozzá, és ahogy öregszik az ember, azért néha ez már hibázik valahol. Na és mi a helyzet a családdal? Mi szól az elkészült alkotásokhoz? Milyen szívvel szoktál fogadni, hogyha esetleg ajándékba kapnak egy-egy goblent? A gyerekeknek szoktam, az unokáknak elsősorban ajándékozni, meg ötletet kapnak arra, hogy legyen kedvük nekik is varni, vagy hozzákezdeni és csinálni. A felnőtt gyerekeim, azok természetesen örülnek neki, és büszkék rá arra, hogy milyen képet vartam ki. A megnyitó további részében Rácz Gábor, református lelkipásztor, ünnepi áhítatában Mózes első könyvének 4. részéből a 19-22. Tartó verséig, valamint Mózes második könyvéből a 35. részből a 30. verstől hirdetett igét. A kiállítás megnyitójának a végén a Calvin Klub közösségének énekét hallgathatták meg a jelenlévők. A kiállítás július 3-áig látogatható a Művelődési Központ és Közösségi Ház emeleti galériáján.